Nagyon örülök, ilyen hosszú sort látok magam előtt. Remélem már mindenki rajtra készen áll. Kívánom, hogy mindannyian érezzék nagyon jól magunkat, és jó emlékekkel menjenek haza, és várjuk a 2022-t. Az Újdombóvári Őszi Fesztivál, a szüreti felvonulás több évtizedes hagyománnyal rendelkezik már, ahol a város apraja nagyja gyűlik össze. Noha az eltelt idő alatt azért némileg változott a forgatag kinézete, de az érdeklődés a mai napig töretlen, tudtuk meg a város polgármesterétől. Dombavár környezetében több olyan szőlőegy található, amely mai napig is foglalkoznak szőlőtermesztéssel. Nyilván a tolnai borvidéknek nem meghatározó része Dombavár, de ma is vannak még olyan lelkes nyugdíjasok, és hála Isten már fiatalok is, és ez köszönhető a Dombavári Kertbarát szakkörnek, akik mindig tudnak gondoskodni a fiatalokra, és bevonják őket ebben a munkában is. A polgármesteri megnyitó beszédet követően Hegedűs János plébános termény áldására került sor az újdombóvári plébánia előtt. Kérünk, áld meg ezeket az új terményeket, amelyeket az őszi hálaadó betakarítás alkalmából és szimbólumáként idehoztunk eléd. Áld meg ezt az ünneplő sokaságot, mindazokat, akik itt együtt vannak, városunk minden lakóját, és segíts minket mindig szereteteddel, áldásoddal, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A Dombóvári József Attila Általános Iskola diákjai az énekzene órákon rigmusok, mondókák, míg magyar órákon a hagyományok felelevenítésével készültek a városi rendezvényre. A már jól begyakorolt mondókákból, csúfolódókból is hallhattunk egy párat. A te fejed a kora, se te fejed a kora, csillárom, hopp, 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 csillárom, hopp. Mint egy szőlőbokrocska, mint egy szőlőbokrocska, csillárom, hopp, 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 csillárom, hopp. Ez első. Van olyan, hogy Ádám, hogy kutyavil a hátam, meg hogy Éva vigyen el a héja. Fanni, bent a macska hajst ki. Orsolya suha, mint a kocsolya. A jelmezbe bújti gyerekek mosolygós arccal izgatottan várták, hogy kezdetét vegye az idei felvonulás, melyre már hosszú hetek óta készültek a pedagógusok. Már az elmúlt 29 évben jó gyakorlat ez, hogy a gyerekek valamilyen módon felvonulnak, beöltöznek valamilyen tematika vagy valamilyen téma szerint. Ezt fogják majd látni a kedves nézők, és lesznek mindenféle hangszereknek, borosüvegnek, népi ruhába beöltözött csoportok. Igyekszünk minél tarkábbak, színesebbek és látványosabbak lenni. 30 éves hagyománya tulajdonképpen, azért mondok 30 évet, ugye tavaly nem tudtuk megtenni, de igazából ez a 30. év, 29. felvonulás, úgyhogy elég rendes hagyománynak örvend a rendezvény, és örvendünk mi is mindenképpen. Felidézik az elmúlt éveknek a zöldözékeiket, és akkor azok közül választanak, vagy igyekeznek valami újdonságot kitalálni. Szeretik mindenképpen ezt a felvonulást, én úgy érzem. A városrésznek ez egy nagyon kiemelkedő rendezvénye és eseménye, mindig nagy sikere van, a közönség részéről is dicséretet kapunk, és ez alapján készülünk a következő évre. Idén is több mint 200 ember vonult Újdombóváron a szüreti forgatagban, ahol a megye több csoportja is képviseltette magát. A gólyalábasokat követte a Pécsi Mazsorett együttes, az Iregi Laguna Mazsorett csoport, a Daniel Spear Brass Band és a PTE Brass Band csapata is. Az általános iskola osztályai találó jelmezeket választottak, voltak köztük muzsikások, varjak, szüreti borosüvegek, akik mindannyian a harmadik utcától indulva a hatodik utcáig vonultak zeneszó mellett.